A változások tehát az új év elejétől lesznek érvényesek, és a városi önkormányzat konkrét okok miatt szánta rá magát a módosításra. Azért volt szükség erre a változásra, mivel nagyon sokan éltek Dunaszerdahelyen eddig, úgyhogy nem voltak bejelentkezve állandó lakhelyre. Ezzel szeretné az önkormányzat azt elérni, hogy azoknak a lakosoknak, akiknek állandó lakhelyük van és aktív hűségkártyájuk, hogy jusson nekik parkoló a lakótelepeken. Akik nem rendelkeznek állandó lakhelyel és dunaszerdahelyi hűségkártyával, azoknak a lakosoknak lehetőségük van átmeneti lakhelyre bejelentkezni, és a fehér parkolókat használni. A fehér parkolókban az éves díj 480 euró, a kék parkolókban pedig 1200 euró az éves parkolási díj. Az állandó lakhelyel rendelkezőknek nem kell újra regisztrálniuk. A fehér parkolóhelyekre csak személyesen lehet regisztrálni a parkolószolgálat Erzsébet téri, üzleti és tájékoztatási központban található irodájában. A kék parkolóhelyek esetében emellett online regisztrációra is lehetőség van a képernyőn látható honlapon. Az autók bejelentéséhez azok törzskönyvére, hűségkártyára és személyi igazolványra van szükség.